Néhány hete készültek még ezek a felvételek a Nyíregyházi Júlia fürdőben. Az úszóknak és pihenni vágyóknak szerda óta ezt a létesítményt is nélkülözniük kell. Ahogy az edző és fitness termek, úgy a fedett úszodák sem nyithattak ki az aznap életbe lépett szigorítások értelmében. A Sóstúgyógyfürdők ZRT esetében ez 4 egységet is érint. A Júlia mellett az Aquarius élményfürdő, a fürdőgyógyászat, valamint a hotel fürdőház is leállította minden szolgáltatását és bezárt egyelőre 30 napra. Utóbbit ráadásul a szálláshelyekre vonatkozó korlátozások is sújtják. A tavaszi visszaesés követően nyáron fokozatosan indult be itt a szezon, míg júniusban még csak 10-20% volt, addig augusztusban már 90%-hoz közelített a hotel fürdőház foglaltsága. Ősszel a második hullám megérkezésével azonban ismét sorra mondták vissza a foglalásokat, így a fürdőházat már szeptember végén bezárták. Pillanatnyilag az a döntésünk van érvényben, hogy a hotel fürdőház 2021. május 31-ig zárva tart, ezt követően nyitunk nyárra. Ha valami csoda történik és bizalom mutatkozik a vendégek irányából, akkor hamarabb is megnyitjuk a szállást, de pillanatnyilag ez a tervünk. De foglalásokat már most is felveszünk a jövő nyárra is, ami egyébként nagyon jó hír, hogy érkeznek is foglalások a jövő nyárra már. Nemrég a gyógyászati kezeléseknél is történtek változások a racionalizálás jegyében. Október eleje óta ezek a szolgáltatások már csak az Aquariusban voltak elérhetőek. Szerda óta ott is szünetelnek, az újranyitás feltételeit majd a Nemzeti Népegészségügyi Központ határozza meg, miután kiderül, erre egyáltalán mikortól van lehetőség. Jó hír azok számára, akik előreváltott jeggyel, bérlettel vagy ajándékutalvánnyal rendelkeznek, hogy ezek meghosszabbítása terén rugalmas a társaság. Meg kell majd néznünk, hogy mikor engedik újra, hogy a létesítményeink kinyissanak, és akkor ugye a bezárástól, ami most november 11-e volt, az újranyitásig megszámoljuk, hogy hány nap telt el. Ugye ez garantáltan 30 lesz, vagy annál több. És akkor, ha valaki vett egy bérletet, a bérleteink 180 napig érvényesek a vásárlás dátumától számítva. Na most, amikor lejárna papírforma szerint az a bérlet, mi arra rászámítjuk a bezárásnak az idejét, mégpedig úgy, hogy nem kerek napokat számolunk, hanem hónapra kerekítünk fel. Tehát, hogyha mondjuk 40 napig kell majd zárva lennünk, akkor mi 60 napra, tehát 2 hónapra kerekítjük fel ezt a bezárást. A vállalat ügyfélbarát hozzáállását mutatja, hogy egyedi elbírálást is alkalmazhatnak, például azon idős vendégeik esetében, akik életkoruk miatt félnek az újranyitás követően igénybe venni a szolgáltatásokat. Az ő bérleteiket ennek figyelembevételével hosszabbítják meg.